Köszöntöm Önöket, Sükös Levente vagyok, a Magyar Hangok műsorvezető szerkesztője, a stúdió vendége pedig Pótápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Köszöntöm a stúdióban államtitkár úr. Köszönöm szépen a lehetőséget, én is üdvözlöm Önt, illetve a hallgatókat. Talán még nem telt sok idő el október 6-a óta, hogy emlékezzünk arra, hogy hogyan is ünnepeltünk idén, és a költői kérdést önnek is fölteszem, hogy lehet-e ünnepelni ezt az eseményt, ami ugye réges-régen történt, de nem lehet feledni. 173 évvel ezelőtt 1849. október 6-án Aradon végezték ki a 13 főtisztet, és ugyanezen a napon itt Pesten az első megválasztott magyar miniszterelnököt, Batyányi Lajos Grófot. Mindannyian bárhol éljünk magyarok a nagyvilágban, akár itt a Kárpát-medencében, Nyugat-Európában, vagy a tengeren túlon számunkra a megemlékezés szinte kötelező. Hogyha ők nem lettek volna, vagy nem lett volna 1848-49, lehet, hogy ma nem tudnánk beszélni magyarul, lehet, hogy nem is létezne Magyarország, és mindenképpen ők úgy gondolom, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy független, szabad Magyarországról tudjunk beszélni, és egy szabad országban élhessünk. Számunkra az ő példamutatásuk örökérvényű, és hogyha már a kérdés az, hogy lehet-e ünnepről beszélni, az ünnepszónak szónak az eredeti jelentése, szent nap, az innap, Nap szó még egyes -egy székely nyelvjárásokban, például a bukovinai székelyben megvan, szent napot jelent, és hogyha már így lefordítjuk magát a, a, szót, akkor, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy lehet ünnepről beszélni, mert a megemlékezés is ünnep, arról nem is beszélve, hogy az ő mártíromságuk hozzájárult ahhoz, hogy egy olyan nap is van, illetve két gyásznap van, de ez a gyásznap is hozzájárul ahhoz, hogy a nemzeti összetartozás érzése bennünk ma élő magyarokban is erős legyen, és alkalmat ad arra, hogy az ő példájukból kiindulva erőt tudjunk meríteni a múltból, jelen kívásai, illetve célokat tudjunk megfogalmazni. Tehát így, ha így vesszük az ünnep szó jelentését, akkor mindenképpen ünnep volt az idei október 6-a is. Jó volt látni azt, én helyen voltam, jó volt látni azt, hogy a gyerekek, fiatalok, fiatalok a magukénak érzik ezt a napot. Nagyon szép műsort adtak, és tényleg fenkölt méltó megemlékezés volt mindenhol, ahol magyarok élnek. És hát közeledik október 23-a ami hát szintén az emlékezés napja és sok értelmű ünnep. Ha jól tudom, akkor nagyon sokan jönnek a budapesti központi megemlékezésre is mindenhonnan, nem csak a kárpát medencéből talán még a diaszpórából is magyarok. Érdekes az, hogy 1956-ban is egyébként október 6-a vezette be vagy október 6-a volt az egyik olyan esemény, ami elment október 23-ához, hiszen Lászlót akkor temették újra, és ez az újratemetés, egy százezres tömeg vett ezen részt. Ez már egy kicsit előre jelezte azt, hogy itt forradalmi változások lesznek nem sokára. Tehát benne volt a közhangulatban október 23-ának az előszele. Bár emlékeztek 1849 hőseire is, de lehetett érezni, hogy változások fognak bekövetkezni. Az idei október 23-án is arra számítunk, hogy mindenütt, ahol, ahol magyarok vannak, megemlékezünk, ünnepelünk. Három nagy nemzeti ünnepünk van, március 15-e, augusztus 20-a, október 23-a, ahol ahol mindig, mindig lehetőségünk van arra, hogy kisebb-nagyobb számban, de az 56-os ősökre is tudjunk emlékezni, és jó látni azt, hogy, hogy nem csak a Kárpát-medence térségeiből jönnek el a központi ünnepségekre, hanem messze a diaszporából is, például a Rákóczi Szövetségnek köszönhetően, illetve az általa támogatott fiatalok utazásainak köszönhetően, de megmozgatják a Rákóczi Szövetség, és nyilván emögött a kormányzat is, a középiskolásokat itt a Kárpát-medencében, általános iskolásokat, úgyhogy arra számítunk, hogy nem csak Budapesten, hanem mindenütt a megemlékezéseké lesz a fő hangsúly. Én emlékszem, hogy a Covid járvány idején, bár ezt idézőjelesen mondom, hogy a múlt lenne, nem lehet tudni, de bízunk benne, hogy azért lezárult. Ugye nehéz volt minden megemlékezés, minden ünnepség ilyen szempontból, hogy nem lehetett a határokon átjárni, és egyáltalán mindenféle korlátozások voltak. Most az energiaválság, a háborús helyzet legalább annyira megnehezít mindent. Hát a gazdasági nehézségeket mindenképpen valahogyan meg kell oldani, túl kell élni, és Ugyanakkor a nemzetpolitikában látszólag úgy tűnik, mintha minden haladna a maga útján, és ugyanúgy tovább folytatódnak a támogatói programok, különféle fontosabb, nagyobb rendezvények ugyanúgy megrendezésre kerülnek. 2020-ban, március közepén, amikor elérte a mi térségünket is a, a járvány, a járványhelyzet, akkor a nemzetpolitika is egy, egy időre úgy tűnt, mint hogy a sakmattot kapott volna mi magunk is Eltelt talán egy hét is, amíg tudtunk reagálni a, a helyzetre, de gyorsan reagáltunk szerintem, és az volt a, a reakciónk erre, hogy nem szabad be. Burkolózni, nem szabad visszavonulni, hanem igenis ebben a helyzetben is kezdeményezőnek kell lenni, és ami programot lehet, azt meg kell valósítani ha, ha másképpen, akkor másképpen. Hát ez é, volt az éh. online nagy. Ez például ez volt az online, és érdekes módon több tízezres nagyságrendben értünk el olyan embereket, főleg fiatalokat és családokat, akiket különben nem tudtunk volna megszólítani. Egy csomó olyan vetélkedő sorozatot indítottunk, ahol százezres nagyságrendben jelentkeztek és vettek ezeken részt. De nyilván az online dolog nem, nem tudja helyettesíteni azt, amikor fizikailag is tudunk kapcsolatot teremteni egymással is, és rendezvényeket tudunk szervezni, illetve megbeszéléseket, vagy bármit. Úgyhogy a későbbi helyzetekben mindig azt fogjuk csinálni, hogy, hogy mind a két módon bonyolítjuk le ezeket, és akkor azok, akik esetlegesen nem szeretnek kimozdulni otthonról, vagy távolabb vannak, akár tízezer kilométerre is, őket sem akarjuk elveszíteni, és azok, akik fizikailag is lehetséges, hogy be tudjanak kapcsolódni, azok, azoknak meg lehetőséget teremtünk erre is. Most egy új kihívás elé néz a világ, fél éve, több mint fél éve zajlik az orosz-ukrán háború, amely egy lokális konfliktusból indult el, de sajnos ennek a politikai-gazdasági hatásai azáltal, hogy, hogy, európai országok is fegyverszállítással és egyéb módon bekapcsolódtak ebbe a dologba. Ez, ez azt jelenti, hogy a lokalitását elveszítette ez a konfliktus, és ennek a kihatásai ránk is kiterjednek és más országokra is. Ránk különösen egyrészt szomszédosak vagyunk Ukrajnával, másrészt Kárpátalján, de nem csak Kárpátalján, hiszen Kievben meg máshogy is élnek magyarok, de többen Kárpátalján él 1100 éve minimum a magyarság, őket úgy is érinti, mint ukrán állampolgárokat és hát a magyarság zöme, vagy egy nagy része, ugye Szlovákia, Magyarország, Románia esetében pedig szomszédos a konfliktusban lévő országgal. Úgyhogy már így is érint bennünket. Arról nem is beszélve, hogy a, az európai válaszok, a szankciók, az viszont mindenkit nagyon jelentősen érint, ennek gazdasági kihatásai vannak, nagyon neg negatív kihatásai. Hát Erről a... most szerezhetett nagyon konkrét tapasztalatokat a Felvidéken, illetve Marosvásárhelyen is, így így van. a vállalkozás fórumokon, amelyeket ugye közvetlenül a magyar kormány támogat pontosabban a mentorprogramokat, és hát a mindenféle hasonló vállalkozás sokhoz kapcsolódó kormányzati programokat. Nyilván az átlag emberek mindenütt a világban, de főleg Európában, itt Közép-Európában és Magyarországon is érzik úgy is ennek a hatását, hogy az energiaárak az egébe szöktek, tényleg az ember azon gondolkodik, hogy egyáltalán hogy, hogy leszünk képesek kifizetni ezeket a számlákat, nem csak úgy, mint egyéni fogyasztók, hanem úgy is, mint az intézményeket fenntartó önkormányzatok és egyebek. Másrészt meg, meg az infláció az egekbe szökött, utoljára 90-es években láttunk hasonló inflációt, ezt is kell kezelnünk, és hát arról nem is beszélve, hogy a gazdaságnak a, a reagálását még nem tudjuk teljesen pontosan, hiszen ez most kezdi elérni az átlagembereket is, meg a gazdaságot is. És hasonló a probléma az egész Kárpát-medencében. Jó volt találkozni a vállalkozókkal a felvidéken, még inkább így volt a gazdasági fórum esetében Marosvásárhelyen múlt hétvégén ahol a második gazdasági fórumra került sor, nagy vállalkozókkal, üzletemberekkel, nagy cégek vezetőivel tudtunk beszélgetni, és hát számukra szerveztünk előadásokat, amelyeknek a témája elsősorban az volt, hogy az ilyen helyzetekre hogyan lehet reagálni, egyáltalán... vár... egyébként államtitkáról, mert ez a szinte lehetetlen kategória. Tehát egyszerűen egyik napról a másikra változik a helyzet, rosszabbodik, és tényleg a vállalkozások csoda, hogy életben maradnak. Sok, féleképpen lehet. Nyilván meg kell nézni, hogy, hogy hogyan tudnak takarékoskodni. Aztán meg kell nézni azt, hogy amiket előállítanak, az megváltozott helyzetben mennyire van szükség, mennyire van kereslet ezekre a termékekre. Aztán erősíteni kell mindenféleképpen a helyi piacot. Arra van szükség, hogy azok, akik egy régióban élnek, a gazdasági kapcsolataikat még inkább szorosabbra fűzzék, és önmaguk között kereskedve, illetve a gazdaságot erősítve próbálják meg átvészelni ezt a nehéz helyzetet. Mi egyébként nem most kezdtünk el a gazdasággal foglalkozni, hanem 2015-16 óta fordultunk a gazdaság felé, mert látjuk azt, hogy a Kárpát-medencei magyar vállalkozók, és itt nem csak a nagy vállalkozók, hanem a kis vállalkozókra is gondolok, nagyon nagy számban magyar embereket foglalkoztatnak. És hogyha gazdasági kapcsolatokat akarnak úgymond külfölddel teremteni, az a külföld Magyarország. Ami a magyar vállalkozóknak a, a gyorsabb reagálását, vagy a jobb reagálását mondjuk lehetővé teszi, az az többek között, hogy, hogyha elmennek mondjuk Szlovákiába, elmennek Szlovéniába, elmennek Horvátországba, Magyarországra, Szerbiába, magyar lehet a közvetítő nyelv. Mindannyian beszélik ezt a nyelvet, azonos kultúrájuk, és lehetne folytatni tovább a sort, mert magyarok vagyunk. És ez egy olyan pluszt ad a többiekkel szembe, amit szerintem ilyen nehéz helyzetben is ki kell használni. Évek óta építjük ki ezeket a hálózatokat, már a gazdasági szereplőkön belül is. Mentorprogramot bonyolítottunk le, körbeértünk már a Kárpát-medencében, nagy gazdasági. Programok zajlottak minden régióban, vállalkozói fórumokra válaszkozói fórumokat indítottunk el, és indítunk mindenütt, és hát a találkozásoknak számos formáját tudtuk megvalósítani. Mindez oda vezetett, hogy régiós szinten is és Kárpát-medencei szinten is egy erős hálózatot hoztunk létre a gazdaság szereplői között. Ezért is van az, hogy egyre inkább egységes Kárpát-medencei térről lehet beszélni, hogyha oktatásról, kultúráról, médiáról beszélünk, vagy sportról beszélünk, de így van ez most már egyre inkább a gazdaság tekintetében Én emlékszem, is. hogy a 90-es évek közepén végefele ugye nagyon erőteljesek voltak az autonómia törekvések, az autonómia törekvéseknek a támogatása volt a napirenden, és akkor már egyre gyakrabban elhangzott, hogy az autonómia akkor valósul meg, hogyha erősek a helyi közösségek. Hát gyakorlatilag a, a nemzetpolitikában, ami most érvényesül, épp ezt a logikát igazolja vissza. Autonómia nyilván akkor tud megvalósulni, hogyha azt egy nemzeti közösség tagjai nagy többségben igénylik, hogyha a melléjük áll az ő politikai vezető rétegük, hogyha ezt a többségi társadalom közvéleményével, társadalommal el tudják fogadtatni, plusz még, hogyha a többségi társadalomnak a politikai vezető rétege is ezt elfogadja és támogatja, és nyilván kell ehhez egy nemzetközi támogatás is. Na most így, hogy ezeket a, a kritériumokat végigvesszük, mint ahogy az elment vadászni, ez meglőtte, stb. Hát e, szerintem nehéz helyzetben vagyunk az autonómia területén, de hogy nyilván nem szabad ezt elfelejteni, de addig is, amíg mondjuk egy székelyföldi autonómia nem jön létre, vagy nem jön létre egy területi autonómia másik térségben, addig mi a többi kritériumot kell, hogy erősítsük. Annak érdekében, hogy legyen még ott olyan ne nemzeti közösség, aki autonómiát tud majd létrehozni. Hát most Nem... erre ha gondolok, ott ez a legutolsó napi dilemma, hogy akkor az autonómiát biztosítják-e, vagy sem sajnos ott sokkal súlyosabb a háborús helyzet, de ha mondjuk Székelyföldre, Erdélyre gondolok, ott azért sok minden megvalósult, kimondva, kimondatlanul mindebből, és a vajdasági helyzet pedig a minta példa ilyen szempontból, de akkor egy kicsit tovább görgetve, Szlovákiában viszont hónap végén, október 29-én helyi hatósági és regionális választások lesznek, és most úgy tűnik, hogy van arra esély, hogy fölrázzák a felvidéki magyar választókat is, és rábírják, hogy szavazzanak a magyar érdeképviseletre, ami egységesülni látszik a szövetség esélyeit, hogy látja ön. Hát most több kérdés is elhangzott, igen. illetve megállapítás az autonómiáról csak nagyon röviden. A legteljesebb autonómia most a Vajdaságban van. Ugye a Vajdaság amúgy is egy területi autonómia, az ott élő minden népnek az autonómiája, benne a magyaroké is. Külön magyar területi autonómia nincsen, de hogyha a községeket nézzük, és azokat a községeket, ott a község más jelent, mint Magyarországon kvázi járások, akkor magyar többségű, magyar vezetésű járásokról, községekről beszéltünk, és hogyha ezt mondjuk összekötnénk, akkor már-már területi autonómiáról is lehetne beszélni. Arról nem is beszél, hogy a magyar kormánynak és a szerb kormánynak most már hosszú évekre visszatekintve is nagyon jó kapcsolata van, és hídat képeznek a magyarok és a magyar VMS Pásztor István elnök úr a kettő között. A legrosszabb a helyzet ebből a szempontból nyilván Kárpátalján van, már csak azért is, mert háború zajlik az ország belső területein, de azért azt se felejtsük el, hogy 14 óta folyamatosan rosszabbodott a nemzeti közösségeknek a helyzete, nem csak a magyar, a többi is, de különösen a magyari számtalan, Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy több száz atrocitás ért a nemzeti közösség intézményeik, személyeit, politikai vezetőit, de nyilván most nem annak van ideje, hogy ezeket felhánytorgassuk. Sajnos a mindenféle autonómia tervezetünket, sőt azt is, hogy egyáltalán magyar járás legyen, elvetették, és tudomásunk szerint nem, hogy ezt erőltetnék, hanem még a nemzetiségi jogokat tovább akarják csorbítani. Tegyük hát sz... akkor hozzá röviden, hogy a magyar kormány különféle támogatásai nélkül igencsak nehéz lett volna a megmaradásra egyáltalán a különbségnek a magyar közösségnek. Ha a magyar, Ha a magyar kormány, Magyarország, a magyar állam nem támogatná a kárpátaljai oktatási, egészségügyi, szociális intézményeket, legyenek ezek akár ukrán állami fenntartások, akár önkormányzati, többségében ukrán, aztán történelmi egyházak által működtetett intézmények, akkor ezek az intézmények már nem is léteznének. Több éve gyakorlatilag a magyar kormány támogatásának köszönhetően tudtak megmaradni. Csak egy nagyon apró dolog, ha nem lenne a magyar kormány támogatása, akkor a Körülbelül négyezer óvodáskorú gyermek nem kapna étkezést. Évek óta mi támogatjuk az étkezésüket. Lehet -e erre irigynek lenni a baloldali pártok részéről itt Magyarországon, de én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy olyan triviális humanitárius segítség, amit nekünk mindig meg kell adnunk a magyar nemzeti közösségnek ott Kárpátláján. Hát visszat... A baloldal oldal egyébként ezt gyakran kihasználja és mondja is, hogy a magyar kormány ne szóljon bele az ottani közösségek életébe. Hát ha nem szólna bele ilyen értelemben, akkor nagy baj lenne. Ha nem szólna bele pozitív értelemben, akkor lehet, hogy ez a nemzeti közösség az elmúlt években, sőt ebben a háborús évben már megszűnt volna fizikailag, mert ott hagyták volna a szülőföldjüket. Nekünk az az érdekünk, úgy gondolom közös érdekünk, hogy ez ne valósuljon meg, hanem minden nehézség ellenére tartsanak ki, és nyilván mi az eddigi támogatásokat, sőt a plusz támogatásokat is megadjuk. Ami most Fontos ugye számunkra választások tekintetéből, vagy tekintetében az a Szlovákia, hiszen helyhatósági, illetve megyei önkormányzati választások lesznek október végén Szlovákiában, ahol az Egységes Szövetség nevű magyar párt is indul, természetesen, és nagyon reméljük azt, hogy mind az önkormányzatok tekintetében, mind pedig a megyéknél nagyon jó eredményeket fognak elérni, ezért úgy látjuk, hogy mindent megtesznek. A legfontosabb az, hogy a magyar emberekkel megértessék azt, hogy, hogy nem bír el egy nemzeti közösség több etnikai pártot, hanem az egységes szövetséget kell támogatni ahhoz, hogy, hogy egy jó belépő legyen majd az országos választások szempontjából. Ami két év múlva lesz, de hogy látjuk a szlovák belpolitikát, ez bármikor bekövetkezhet. Tehát én úgy gondolom, hogy 23-ban mindenképpen előrehozott választások lesznek Szlovákiában, és ott egy 8,5 százalékos nemzeti közösségnek mindenképpen minimum egy 5%-os pártot, ugye ott is 5%-os a küszöb, minimum egy 5%-os pártot, vagy 5% fölötti politikai pártot a parlamentbe be kell juttatnia. De inkább én azt mondom, hogy 10-12%-ot kell megszerezniük, mert, mert az érdekképviseletet, a magyar érdekképviseletet nem elégséges a falvak, városok tekintetében megszerezni, és a megyékben bizonyos pozíciókat, hanem országos szinten is ott kell üljenek a szlovák törvényhozásban. Közeledünk az év végéhez, ilyenkor mindig aktuális a magyar állandó értekezletnek az összehívása. Gondolom, hogy idén sor kerül erre. Az utolsó Magyar Állandó Értekezlete és Magyar Diaspora Tanácsra is, illetve annak ülésére, legalábbis személyes jelenléttel 19-ben került sor. Tehát most tényleg itt az ideje már, hogy személyesen is tudjunk találkozni, és ezek a legfontosabb nemzetpolitikai fórumok itt Budapesten megtartásra kerüljenek. Reméljük azt, hogy november második felében erre sor kerül, és miniszterelnök úr beszédével meg tudjuk nyitni a magyar állandó értekezletet. Zárásként egy személyes vonatkozású kérdés. A Facebook oldalát követve az látható, hogy ön folyamatosan úton van a Kárpát-medencében, összeszámolta már a kilométereket, amelyeket személyesen levezetett? Ez egy jó kérdés, mostanában többször is elhangzott. Meg kellene tanulnom a választ, és össze kellene számolnom. Múltkor volt egy rekordgyanús kísérletem, mert ugye én Bonyhádon élek, Bonyhádról indulva, Bonyhád Budapest, Tőke-Terebes, Királyhelme, vásárhely volt a, az út, és 1057 kilométert tettem meg akkor, illetve tettünk meg, többen voltunk. Úgyhogy én vezettem, azért elnézést kérek az uti társaktól is, hogy ezt élvezniük kellett, ami nem mindig élvezetes. Az valószínű, hogy a, a kormányban, illetve a kormány mellett dolgozó államtitkárok, miniszterek közül valószínűleg vezetek a legtöbbet, és egyre valószínűbb már az is, hogy én szerzem a legtöbb büntetést különböző kiágások miatt úgyhogy erre nem vagyok büszke, csak tényként mondom el. De, de, az de azt, szoktam mondani, hogy, hogyha tényleg nemzetpolitikáról beszélünk, akkor az nem egy Budapesthez, vagy csak Budapesthez köthető valami, hanem Kárpát-medencei szinten kell gondolkoznunk és dolgoznunk. És sokszor a személyes jelenlétre szükség van. Most nyilván az ember mindenhova nem tud eljutni, de, de ahova tudunk képviselőtársaimmal is, munkatársaimmal is próbálunk eljutni. És ezt az ha ott nem él... más, akkor futva, hiszen a futóversenyeken <laughs> is a hát, el... kis körösről igen, el tudtam futni egészen Soltvatkertig a Kárpát-medencei szempontból is, talán a legjobb cukrászdáig. Tehát a jótékonysági é, igen, de, akciókon is de, de ők, végig, igen, is. ők végig, futották vagyunk Igen, ők végigfutották a, távot az idén is, minden évben, és remélem, hogy nem csak a, termi, a az egészséges életmódra hívták fel a figyelmet a véradás fontosságára, hanem tudtunk segíteni főleg gyerekotthonokban élő gyerekeknek is, és ruházattal, cipővel, egyebekkel tudunk nekik segíteni minden évben, évről évre. Úgyhogy ezek nagyon fontos dolgok szerintem. Államtitkár úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár volt a Magyar Hangok mai vendége. Köszönöm szépen, államtitkár. Én köszönöm szépen a lehetőséget. Minden jót kívánok.